kiadvány, 3 kötet kerül most bemutatásra. Szeretném elmondani, hogy az előadás egy vetítőképes előadás követi, ami a szerző közemunkáján dicséri, amivel segíti a könyv bemutatását. Az előadás után a meghívott vendégeim hozzászólhatnak az előadáshoz, saját emlékekkel egészíthetik ki a látottékeket. Kérem, fogadják szeretettel Nagy István, átcsadnám a szót a szerzőnek. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy eljöttek a mai könyvünnepre. Köszönetet mondok a dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér igazgatójának és vezetőségének, hogy meghívták könyveimet a 92. ünnepi könyvhét rendezvény sorozatára. Szeretném bemutatni kedves vendégeinket, szerényen itt középen foglaltak helyet, Rosemary asszonyt a németországi Pforzheimből, szobrász és festőművész, és férjét, Szalai Antal urat. A Rába közi emlékművek első kötete a korábbi kiállítások anyagának felhasználásával 2017-ben készült. A második egyéves munka eredményeként 2018-ban, a harmadik 18 hónapos előkészítő munka után 2020-ban jelent meg. A harmadik kötet tavaly augusztusban elkészült, de a járványhelyzet miatt a győri könyvszalon elmaradt. Majd ez év májusáig nem volt lehetőség rendezvények tartására. A könyvek jelentős részét a Palatia nyomdától önkormányzatok, egyesületek, nyugdíjas klubok vásárolták meg. Az összességében 3000 kötetnek kevesebb, mint 10%-a van a raktárban. Köszönöm dr. Schmidt Péter gyerekorvosnak, Villányi Tibornak, a Zsidó Hitközség elnökének, Csornaváros önkormányzatának, a Rábökközi Helytörténetkutatók Társulatának és a negyedik oldalon felsorolt személyeknek, önkormányzatoknak az önzetlen támogatását. Nélkülük nem jöhettek volna létre a kiadványok. Aki már foglalkozott könyvkészítéssel, azt tudja, hogy legkényesebb pont a nyomdai költségek karbantartása. Köszönöm Radek József úrnak, a Palatia nyomda tulajdonosának, hogy az állandóan emelkedő anyagárakat csak részben hárította át. A sok gondnak és fáradozásnak voltak örömteli pillanatai. Az első kötet bemutatója után jelentkezett egy férfi, aki az elnéptelenedett Földszigeten lakott. 11 darab könyvet vásárolt, hogy eljuttassa az egykor ott élt családjának és ismerőseinek. Bodonhelyen a második kötet bemutatója után egy házaspár 7 darab könyvet kért a rokonság részére. 2020 őszén, amikor már kezdődtek a lezárások, az egyik önkormányzat 400 darab könyvet rendelt. A település minden családja a harmadik kötetet kapta karácsonyi ajándékul. Hogy minél hamarabb ott legyenek a könyvek, személyesen vittem ki őket, szegény kisautóm majdnem megszakadt a 600 kilónyi könyv súlya alatt, félúton kezdtem aggódni, nehogy defektet kapjak, mert akkor legalább 200 darab könyvet kellene kipakolnom az út szélére. Szerencsésen leszállítottam a könyveket. 2 hónappal ezelőtt telefonált az egyik Dél-Rába közi település polgármestere, hogy 5 darab könyvet vinne ajándékba
a székelyföldi testvértelepülésre. A látogatás után elmesélte, hogy az 1200 kilométerre lévő magyarok, mint valami erekjét, sírva ölelték magukhoz a könyveket. Az ott élők közül, aki már járt a rábaközi településen, az ismerős emlékműveket simogatta. A könyveket persze nem ezért csináltam, nem ezzel a szándékkal készítettem, de ezek a történések jól eső érzéssel töltenek el. Az előkészítés és a helyszíni fényképezés során több mint 20 ezer kilométert autóztam. A legkisebb településen is legalább háromszor jártam. A legtöbbször Kapuvárra autóztam, több mint egy hónapon keresztül tartott a fényképezés. Nagyon sok helytörténetet szerető és ismerő kutató segítségét kaptam a munka során. A könyvtári kutató munka során nagyon sokat segítettek itt a szomszéd helyiségben lévő helytörténeti kutató osztály vezetőjétől és munkatársaitól. Ezúton is köszönöm a munkájukat. A könyv szerkesztés az egy külön tudomány, amiben csak belekóstoltam. A települések anyagának mindig páros oldalszámra kellett kijönni, hogy minden város és falu a jobboldali páratlan oldalon kezdődjön. Ez egy nyomdai hagyomány vagy előírás. Elsődleges célom volt, hogy egy oldalon egy emlékmű képe és leírása szerepeljen. Ettől csak nagyon indokolt esetben és néhány alkalommal tértem el. Az egyes települések földrajzi sorrendben követik egymást. Kedves vendégek, a Rábaköz folyók által határolt terület. Nyugaton a Kisrába és a Répce, északon a Hansági főcsatorna és a Rábca, délről és keletről a Rába határolja. Ezen a közigazgatási térképen látható a Rábaköz megyén belüli elhelyezkedése. A három bekeretezett rész azt jelöli, hogy az egyes kötetek mely települések emlékműveit tartalmazzák. Az első kötetben a Rábaköznek északi és északkeleti része, a második kötetben a Rábaköz déli, délkeleti része, és a harmadik kötetben a Rábaköznek a nyugati része található. Nem szándékoztam leltárt készíteni. Sehol nem csoportosítottam a vallási és világi emlékműveket. Nem tudom megmondani, hogy összességében hány darab emlékmű szerepel a három kötetben. A döntően katolikus témájú emlékművek mellett 26 településen található evangélikus templom vagy temető. Ezt az adatot azért gyűjtöttem ki, mivel Sopron Németibe az evangélikus gyülekezet hívott meg a könyvet bemutatni. Az evangélikusok leghíresebb emléke, bocsánat, Vadospán található. A Rába közben 8 zsidó temető van. Bezi Cakóháza, Csorna, Farád, Kapuvár, Szany, Vásárosfalu és Belet helységekben. Itt aláhúztam ezeket a településeket. A helyi lakosság toleranciájára jellemző, hogy cirákon és vágon, a katolikus templom homlokzatán lévő hősök emléktáblájára rávésték az onnan elhurcolt és elpusztított zsidó vallású magyar állampolgárok nevét. Ez a ciráki emlékmű
ez pedig Vágon, szintén a katolikus templom homlokzatán van. A világi emlékművek a történelem jeles személyiségeinek és eseményeinek állítanak emléket. Erzsébet királyné halála után a rába szabályozó társulat 5 egyforma ilyen derékba tört fát ábrázoló emlékművet készítetett. 2 a rábca és 3 a rába mellett állítottak fel. Ezeket az emlékműveket azóta is az ottani gátőrök és a vízügynek az emberei gondozzák. Beled határában a hősi halált halt repülősök emlékműve a repülőgép szárnyának egy része látható. Némelyik emlékmű tartalmas felirata megkönnyítette a kutató munkát. Például az Amerikába kivándorolt rába csécsényiek emlékműve 3 oldalon keresztül sorolja fel a kivándoroltak neveit. Vagy Fehértón, az egykori iskola falán elhelyezett emléktábla, az iskola előtt az 56-os emlékmű került elhelyezésre. Az ilyen táblával, ami a történést megörökíti, a Sziget közben találkoztam, amit a vagongyár falujáról csoportja helyezett el, tehát még biztos több is van belőle. Az emlékműveket sokféleképpen lehet csoportosítani. Lehet csoportosítani a hit, a hazaszeretet, a hősiesség és a szabadság a révén, területén. Ami alapján ezekből a szabadságot kifejező emlékművekből szeretnék néhány emlékművet bemutatni. Azt gondolom, hogy ez a komplex emlékmű hűen kifejezi a magyar nép 3 évszázados küzdelmét. A zászló felirata a Rákóczi szabadságharcot idézi. A mennyasszonyi fátyol talán az 1948-as szabadságharcra utal. A lyukas zászló pedig egyértelműen 1956 jelképe. Már, ha jól értelmezem a szimbólumokat, mivel a modern emlékművek világában kevésbé vagyok jártas. Második Rákóczi Ferenc mellszobrát Szanyban találjuk. Csornán, na ne visszafele, bocsánat. Csornán fából és bronzból készült dombormű a nevét viselő iskolában van elhelyezve. Ugyanott van egy arcképcsarnok, amelyen az alsó sorban Zrínyi Ilona, második Rákóczi Ferenc édesanyja, gróf Tököli Imre kuruc hadvezér, Esze Tamás kuruc brigadéros, középső képen a vezérlő fejedelem, tőle balra Botján János, ismertebb nevén Vakbotján kuruc generális, Vaj Ádám főlevél, főkapitány és Mikes Kelemen íródeák a fejedelem hűséges követője látható. Ez a kép gróf Lamberg Ferenc császári és kilágyi altábornagyot ábrázolja. Őt 1848. szeptember 28-án Budán a felhevült tömeg kirángatta a hintójából és halálra szurkálta. Petőfi Sándor révén Lamberg gróf bekerült a világirodalomba. Lamberg szívében kés, latúr nyakán kötél, és utánok több is jön talán. A Lamberg családnak több kastélya volt a Dunántúlon. Az Ikrényi kicsit megviselt állapotban őrzi
a család emlékét. A kastély napórája többé-kevésbé ma is a pontos időt mutatja. A következő emléktábla Babóton, az általános iskola falán került elhelyezésre. A jobbágy felszabadításnak egyedül itt állítottak emléket a Rába közben, de talán az egész megyében. Ehhez hasonló szellemiségű emléktáblát Budapesten, a Kossuth téren az Agrárminisztérium falán láttam. És most ugorjunk az időben 100 évet előre. Ezt az emlékművet Mihályiban, a templom kertjébe fényképeztem. Felirata dr. Lányi János székes egyházi kanonokra utal. Mihályiban nem találtam választ dr. Lányi János sorsára vonatkozóan. Fotógyűjteményemben rátaláltam a győri síremlékébe. A bazilika kanonoki kriptájában helyezték végső nyugalomra. Az egyház megyei levéltárban megtaláltam a történetét. 1956. októberében a győri börtönnél 3 fiatalembert, Máté, Máriát, Szabó Bélát és Halász Ödönt lelőtték az ávó emberei. A kritikus időben egyedül dr. Lányi János, Győr belvárosi plébános vállalta a temetési szertartás elvégzését. Ezért 1957-ben bíróság elé állították, ahol 6 év börtönbüntetést kapott. Ebből 3 évet letöltött, majd az állami egyházügyi hivatal nyomására a központtól távol csak kis településen szolgálhatott. Dr. Lányi János emlékét a Káptalan dombon ez a tábla őrzi. Máté Mária, Szabó Béla és Halász Ödön domborműve a győri börtön bejáratával szemben található. A Szabadság emlékművét Rózméri asszony, német származású szobrász és festőművész készítette. Ahogy a bemutató előtt kértem, hogy ő mutassa be ezt a domborművet, de mondja, hogy nem beszél olyan perfekt magyarul, ezért a férjét, Szalai urat kérem meg, hogy néhány szóval mutassa be az emlékművet. A Habsburgokhoz tartozott, ő pedig egy porosz. Ugye a poroszok, ha megkérje az ember, hogy mi az a porosz, akkor a legtöbb nem is tudja, és ha mondja, hogy német, aztán a porosz részről, akkor ugye azt tudom mindig, hogy a poroszok még rosszabbak, mint a németek. Tehát, hogy aztán egy ilyen nővel az ember házasságon kerül, az egy különös dolog. Ez a házasság tart is. Van egy még különösebb dolog, de ahol vannak receptek, ugye ő mindig akar engem rendbe tartani. És hogyha én este a pulóvárdomat leeszem, akkor azt másnap fölveszem, azért, hogy le tudjon engem egy kicsit szólni. Az igazi vonalban. És hogyha egy ilyen porosz nő a magyar férjét nem segíti a magyarországi tevékenységére, akkor abból a tevékenységből nem lesz semmi. Tehát ő az első időtől kezdve dolgozott velem, én 1956-ban mentem ki, én különben a győri páncérsekhez jártam, és 1932-ben, nem 1832-ben, 1932-ben születtem, és amikor jött a 60. évfordulójának a forradalomnak, akkor mi már itten 3 gyárral jelen voltunk, nekünk van Velencben, Sárváron és Kapuváron. Kapuváron van 2 gyárunk, és ő az elejétől kezdve velem ezen a dolgot, együtt dolgozott, és én 30 évig világcégeknek írtam a
gyári projektjaikat, és adtam el, meg építettem. Tehát mi ugyanazt csináltuk, amit én a nagy cégeknek csináltam, csak egy kicsit kicsiben. Most például sikerült nekünk egy galvánik állagét csinálni Kapuváron, amelyiknél azt mondják, hogy csak a világpiacon 4 darab van. Aztán ilyet persze én nagyon szívesen elhiszek. Na most ez a porosz hölgy, ez elkezdett a magyarok fele jó szívvel lenni, felvette a magyar állampolgárságot, és akkor ott volt persze az egész prominencia, mert szólták, hogy egy porosz nő, nem német, egy porosz nő fölveszi a magyar állampolgárságot, és amikor jött ez a évforduló, azt hiszem az a 60. volt, akkor ő meglepetésszerűen megcsinálta ezt az emlékművet. Ezt az emlékművet utána meg kellett gondolni, hogy hova tesszük, és ezt tettük Magyaróvárra, mert ottan az ismeretségi körből, a szülei ismeretségi körből egy kislány le lett lőve, ott nem tudom, tudják-e, hogy ottan lőttek, akkor Tihanyba, Beledben, Kapuváron és Budakeszin, a nagybátyám, mint Budakeszin plébános, és egy olyan fél unokatestvére, meg a Kondor Lajcsi volt, azok építették Budakeszin a gimnáziumot körülbelül olyan 600 embernek, ők szerezték a pénzeket be, és mivel én is azon dolgoztam, oda is belettéve egy ilyen dombornő. Most a dombornőnél, a Budakeszinnél a forradalmának a fája az fényes, de nem a harci vágytól, hanem azért, mert a gyerekek, amikor az aulából bemennek az osztályba, akkor megsimogatják a bennet, mindig azt suttogják, hogy csak máma ne, csak máma ne. És ő csinálta a németeknél is az 56-os emlékművet, ottan a Német-Magyar Társaság kérte meg őt, hogy ő csinálja meg. Tehát itt született meg ez a, és a német az egy kicsit másképp. Ez az emlékmű, amit most ide kivetítek, ez Kapuváron a Proverta üzemnek az udvarán került elhelyezésre. 1956-nak a Rába köz sok településén állítottak emléket. Van, ahol impozáns emlékművet, máshol szobrot vagy emléktáblát, és van, ahol a forradalom elhíresült zászlóját állították, ábrázolják. Ezzel a térkép részlettel, miért fordult ezzel? Bocsánat. Köszönöm. Ezzel a térkép részlettel szeretném illusztrálni az 1956 novemberi történéseket. Találkoztam olyan kockás papírra rajzolt térképpel, ahol a hansági főcsatorna a Győr-Sopron közötti országút és a Gyesev vasútvonal egymás közvetlen közelébe volt ő ábrázolva. Holott tudjuk, ez közel se így van. 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonulása után Budapestről és az ország minden részéből tömegek indultak Ausztria irányába. Elterjedt a hír, hogy a hansági csatornán van egy híd, amit nem őriz a határőrség. Itt bejelöltem X-el, itt van ez a híd. Akinek volt valamilyen járműve, az közúton, többségük vasúton vágott neki az ismeretlen nagyvilágnak. Csorna, Acsalag és Földsziget után, Acsalag-Földsziget után,
A hany süpedős útjai voltak az első nagy akadály. Én csornai születésű vagyok, akkor már 8 éves fiatalember voltam, és sok sáros, elhagyott autót és motorkerékpárt láttam bevontatni Csornára, a Zsámbóki Adolf autó és motorszerelő műhelyébe. A műhely az utcánk végébe volt. Csornától körülmerül 30 kilométerre van az Andaui híd. Az oda vezető út tele van erdei utakkal és csatornákkal. A nyugatra induló kisebb csoportjai Csornát elhagyva minden állomáson és megálló helyen leszálltak. Farádon, na most meg már előre megy, bocsánat. Csorna után Farádon, Rába Tamásiba, Szárföldön, Veszkényben a helyi lakosság segítségével próbáltak eljutni az átkelőhöz. A menekülék egy része abban az öltözetben kelt útra, amivel reggel elment dolgozni. A többség egy hátizsákkal vagy oldaltáskával, és néhányan hatalmas bőröndel indultak útnak. A bőröndösök vittek magukkal ágyneműt, komoly értéknek tekintett lakásdíszeket, de még lemezjátszót is, amitől aztán sorba megszabadultak. Elajándékozták, vagy eldobálták a holmiaikat. A menekülők túlnyomó többsége Kapuváron szállt le a vonatról. Kapuvár lett a szabadság fővárosa. A kapuvári vasútállomástól pontosan 16 kilométerre van az Andaui híd. Az 1880-ban üzembe helyezett hansági gazdasági vasút áriszállítást végzett a majorok és a vasútállomás között, de volt néhány úgynevezett népes kocsi, amivel a majorok embereit vitték orvoshoz, hogy más ügyeket intézni. Ez a kisvasúti pálya 11 kilométer után elágazik, itt Miklós majornál, elágazik balra, Tőzeggyár major fele. A térképen elég apró betűkkel, itt Kapuvár határában, van egy úgynevezett 70-es kitérő, aminek érdekessége, hogy Sztálin születésnapjára kapta a nevét, úgy, mint Pesten a 70-es troli. A városban ma is több helyen látható a kisvasút nyoma, hol kerékpárul, hol autóút, tehát normál városi út keresztezi, le van aszfaltozva, hogy járható legyen. A házak között kanyargó kisvasúti színek úgy vezettek ott a városba, mint Budapesten a villamosok ilyen kis egész szűk fordulókkal. Itt ez a kisvasút, légy szíves, ne vacakolj velem. Na hát, bocsánat. Itt ezek a sínek, ezek itt vezettek át a Kisrába hídján, és itt rögtön elkanyarodtak a házak között északi irányba. A gőzmozdony Nagyszenken a Vasúti Múzeumban fényképeztem. Ezt a vonatszerelvény Öntésmajorban található, itt már dízelmozdonnyal. Szemtanúk elmondása szerint 1956. novemberében, mintegy 3 héten keresztül a kisvasút reggeltől estig menekülteket szállított a Miklós majori elágazásig. Onnan 5 kilométert gyalog kellett megtenni. Az erdőgazdaság által használt ösvény a hansági főcsatorna töltéséhez vezetett, onnan jobbra kanyarodva már csak 1 kilométerre volt, illetve van a híd. A menekülők útját követve a töltés mellett napjainkban is áll egy határőr figyelőtorony. Ma már csak történelmi emlék. Az 1950-es években
1700 darab ilyen figyelőtorony volt az ország nyugati és déli határa mentén. Most három képet vetítek, ezek a sokszor alkalmazott korabeli képek megrázó erővel mutatják az akkori állapotokat. Az 1920-as években készült fahidat csak a helyi gazdák használták. 1956. november végén a szovjet csapatok felrobbantották. És a híd felrobbantását azzal indokolták, hogy megakadályozzák a további haláleseteket. Az egykor ott szolgáló határőr tisztől tudom, hogy összesen két haláleset fordult elő. Szíves figyelmükbe ajánlom J. A. Mihener könyvét, aki a szemtanú hitelességével írta le az akkori eseményeket. Napjainkban az Andói híd személyautóval és kerékpárral is megközelíthető. Az egykori erdei út sóderral van leterítve. Ausztria felől körülbelül 8 km hosszú aszfaltozott út vezet a kilátóhoz. A figyelő tornyot elhagyva már messziről látható ez a karcsú emlékoszlop. Ezt Kapuvár városa állítatta. A menekülők útján 5 darab márvány táblával ellátott régi határkövet állítottak fel. Az első a kapuvári vasútállomás közelében látható, a híd déli oldalán került elhelyezésre az 5. határkő, rajta a kilométert jelölő márványtábla. Az 1956-ban felrobbantott híd helyén a magyar és az osztrák utászok 1996-ban új hidat készítettek. Ezen gyalogosan és kerékpárral is lehetséges az átkelés. Más folyóvizektől eltérően itt nem a főcsatorna közepén, hanem a balparti töltéstől körülbelül 30 méterre van az államhatár. Közvetlenül az osztrák-magyar határon áll az osztrák Vöröskereszt emlékműve. A kétnyelvű tábla felirata szerint itt a régi fahídon kelt át 70 ezer ember. Őket az osztrák Vöröskereszt segítségével Ausztria menekült táboraiba szállították, addig, amíg a nyugati államok nem fogadták be őket. Földrajzilag a Rába köz nagyjából 20 km hosszan határos Ausztriával, és ezen a rövid szakaszon lévő fahíd lett 70 ezer, többségében fiatalember menekülési útja. A maiaknál kisebb méretű, 50 fős autóbuszokkal számolva, ez körülbelül 1400 darab autóbusznyi magyar férfi, nő és gyermek innen jutott el a szabad világba. Ez a férfi és nő alak azt mutatja, hogy a menekülők milyen kicsi csomaggal indultak útnak. Az 1990-es években több nyári művésztelepet szerveztek Andauban. Az ott lévő készült alkotásokat a Szabadság hídjától a régi Mosontarcsa német nyelvén Andau közötti út mellett helyezték el. Ezek az ábrázolások fémből, fából és kőből készültek, némelyiket már erősen megviselte az időjárás. Közvetlenül a falu előtt található az első 1956-os emlékmű, amit az amerikai magyarok állítattak 1966-ban, 10 évvel a forradalom után. Ha esetleg nem olvasható mindenhonnét a felirat, Ausztria iránti hálánk megörökítésére az 1956-os szabadságharc hőseinek és menekültjeinek emlékére az amerikai magyarok.
Ennek a képnek a történelmi háttere egy évtizedekig tartó hazugságról rántja le a leplet. A hivatalos magyar propaganda 33 éven keresztül azt szajkózta, hogy az 56-os forradalom idején az Egyesült Államok nem árt a magyarok ügye mellé. Ezzel szemben az az igazság, hogy Eisenhower elnök a szovjet bevonulás után alig egy hónappal, 1956. december közepén, ausztriai Semmle útra küldte el alelnökét Richard Nixont. Az alelnök ellátogatott Andauba, ahol a mozi épületében találkozott a helyi polgárokkal és a magyar menekültek egy csoportjával. Nixon alelnök jelentése alapján az Egyesült Államok kongresszusa az eredetileg 5000 fős bevándorlási kvótát 30000 főre emelte. Nixon alelnök látogatásáról több helyen is olvastam. Ezt a képet Schubert Miklós történész barátom küldte az Egyesült Államokból. A hátoldalon lévő angol nyelvű szöveg szintén Schubert Miklós fordítása. Nixon alelnök látogatása Andau határvárosban. A brutális szovjet elnyomás a kommunizmus elleni magyar forradalom után. Eisenhower elnök Nixont küldte ténymegállapító utazásra. Nixon találkozott a menekültekkel egy be nem tervezett késő esti látogatáson. A festmény állandó kiállításon látható, a Hagyatékos Béke galériában. A múzeumnak ajándékozta Ferenc Dadai, amerikai magyar művész, aki a képet festette. És most megkérdezem Szalai Antal urat, hogy akar-e még valami kiegészítést mondani itt az elhangzottakhoz, elhangzottakkal kapcsolatban. Hogy egy kicsit valami akarnak arról, hogy az egész hogyan játszódott le, én 5 percet, 7 percet el tudom önöknek mondani. Én 1932-ben születtem, tehát nem 1832-ben, hanem 1932-ben. És nekem az első jelenetem, mikor elkezdtem gondolkodni, ugye itt ő mutatta, az István mutatta itt a táblát, a sok névvel. Tehát egy ilyen vidám fickó hamar észreveszi, bemegy egy faluba, és akkor lát egy sor nevet. És akkor megkérdezi, hogy ezek kicsodák, és akkor mondják, hogy az első világháborúnak a hősi halottai. És akkor az ember keresi, mint a hősiesség, és minden kellett ezeknek a parod gyerekeknek meghalni. És amikor a második világháború elkezdődött, akkor én Pesten voltam egy francia intézetbe, iskolába, és akkor mentünk a Ferenc József hídon, és ott volt először egy ágyú, azelőtt nem volt, de mentünk a Gellért egy lejátszani, és ott volt egy ágyú, és akkor mondja, aki vezetett bennünket, hogy ez az ágyú azért van, hogy a idegen repülőket lelőjük. És akkor volt egy generál gyerek közöttünk, az elkezdett nevetni, és azt mondja, az apja azt mondta, hogy ezekkel még kányákat se lehet lelőni, nem repülőket. Tehát ettől a 9-10 évtől az ember egy rendetlenségben él. És az azt jelenti, hogy a rendetlenség nem emlékeznek, mert én azt mondom, hogy emlékeznek, nem is igen értem. De én átértem akkor, amikor a németek megszállták Magyarországot, és utána pedig 3 héttel átértem a Rákóczi Ánóba, az most a ének, nem ének, hanem a zeneházban volt egy híres internátus, én ott értem át az első bombázást, amikor az angolok meg az amerikaiak győrt bombázták. És ez az amerikaiakkal kapcsolatban, amikor mi kimentünk, aztán úgy volt, hogy az én nevem Szalai Ezett, akkor azt mondták, ha jelentkeznek, ha jöhetek. De ugye az ABC-ben volt, én már régen házas voltam, meg Marburgban, hogy a Szent Erzsébet városa, már az egyetemnek hát megcsináltam, akkor írtak egy szerelmes levelet, hogy most jöhetek. De akkor már gondoltam a túrót, már feleségem vagyok, és akkor én nem kezdem már megint előre. Akkor itt ennél az átmenésnél például a kapuvár, tehát én
rábakörbe születtem, és én olyan vagyok, mint egy igazi rábakörű valaki, hanem egy ilyen előkelő társaság lenne, akkor azt mondanám, hogy én Bicán születtem abban a Csukszaros faluban, de hát ugye itt a Bauknál ilyet nem mondhatok, hát egy egész kis valami. És akkor Kapuvárra, az anyám, Bica az Kapuvár és Beret között van, és akkor mentek Sopronból a vonatok a katonákkal a II. Világháborúban a frontra. És a nagybátyám az ben volt ebben a menésben a frontra, és akkor az anyámmal bementünk, hogy elbúcsúztassuk, és akkor nem értettem, mi gyerek megy, hogy mi a mindenből is dolgot keresed. Ugye Magyarországtól 1600 kilométerre a Dombkanyarba, mit keresed ott? Ugye lelő egy másik parancsgyereket. És ez volt a Kapuvár első ismeretem, a második pedig, akkor amikor kimentem, akkor Kapuváron keresztül mentem. És én Budapesten éltem. És akkor hogyan kerültem még Kapuvárra? Egész egyszerűen véletlen, és a véletben vannak hülyeségek, meg vannak szerencsék, ugye, és akkor én, meg kíváncsiság, és akkor én az első este sodródtam a tömeggel, különben a legszebb, amit láttam akkor, amikor a katonaság jött autóval, valami 3-4 teherautó, ugye vannak a egri nők, ott meg voltak a budapesti nők. A budapesti nők akkor a ahol a Petőfi szavart. Igen, a nők fölhúzták a szoknyájukat, de én mondtam, hogy írtam, hogy mi a egészen fölhúzták, de azt nem engedte meg a feleségem, hanem csak azt engedte meg, hogy egy kicsit a térdet fölül. Tehát fölmaradtak az autóra, és az ölükbe ültek a katonáknak, és áttölelték őket, és sugdosták nekik, hogy itt nem lesz lövöldözés. És akkor én másnap és akkor a Szipovics Imre, amit maguk nem tudják, az a jár Beletbe. És én nekem a Szipovics Imrével, én meg kellett kártyát, már unatkozott ez a gyerek. Ja? És akkor jött a pesti dolog, de akkor mindig tele volt ilyen nyugtalan valamivel, ami nem volt egy különös dolog, mert gyerekkorom volt, egyrészt volt a szülői nevelés, másrészt voltak itt a bencések, és az utána még változtak, nem voltak ezek kommunisták, ahhoz hülyék voltak, azt nem tudták, Marxot nem is ismerték. Nem úgy volt, hogy én tartottam Marxról előadásokat, és nem ők, nem itt, hanem Németországban. És akkor másnap elmegyek a nagybátyámhoz, akinek én azt mondtam azelőtt, Béla, hogyha itt az volt a II. Világháború, az itt a Kapuváron ment, ha itt valami lesz, akkor elbújunk, és akkor, amikor mindennek vége van, akkor szépen kijövünk. És akkor azt mondta a nagybátyám, tudod kisfiam, ha nem jössz oda, ő gondolta harcolni, vagy mit tudom én, akkor a fülednél fogva cipellek oda, aztán másnap 24-én elmegyek hozzá, nem messze lakott. Mondom, na mi van? Csinálunk valamit, vagy nem? A kisfiam azt mondja, én is már megöregedtem, menjél haza, aztán várd meg a végét. És akkor megyek haza, és régen szemben volt egy iskola, és akkor ott jönnek, mennek emberek, fiatalok meg, és az ember olyan hülye, hogy kíváncsi, aztán egyszer csak ott voltam az iskola udvarban. És akkor ordított az organizátor, hogy ki tud teherautót vezetni? Hát senki sem tud teherautót vezetni. És én ugye föltartottam a kezemet, hogy én tudom, hogy akkor te vagy a teherautóvezető. És megnézte a papírjaimat, csak, és akkor mondta, hogy gyere, este 8 óra, akkor azt a te viszed az élelmiszert a Korvin közben. És akkor jártam egy darabig a Korvin közben, ameddig a forradalmárok előről az autót nem széllőtték, mert nem, valahogy nem lettek tudatva, hogy jön az élelmiszer autó. És akkor onnét az autót széljelölték, én valahogy haza kerültem, és másnap jöttek ezek az organizátorok, és mondták, hogy oké, tárautó nincs, de itt a MÁV kórházból kell a betegeket kivinni, hazavinni meg, hogy a sebesülteknek legyen helye.
és akkor a második nap voltam, ugye nem tudnak nekem adni betegeket Kapuvár felé. Fogottam, ha én Kapuvár felé kell betegeket vinnem, akkor Bereden a szüleimért oda tudok menni. De kaptam Bereden, nem Bereden, hanem Kapuváron tovább betegeket, és akkor éjjel jöttünk a szüleimhez, akkor jött egy hadalom vele, és akkor az a másnap, a harmadikán, az a fiú elment a Borgéhoz. És hülyeségeket dumált, hogy hogyan győzünk, hogy mit tudom én, és akkor jöttek én hozzám, és mondtam, beszélni a haverjával, hiszen még itt senki se győzött, és én nem hittem soha se el, hogy a Szovjetunió és az USA megengedik, hogy ez a kis ország egy olyan forradalmat csináljon, amely győzelmes lesz. Azt én elképzelhetetlennek tartottam. És akkor másnap negyedikén reggel akartunk visszamenni Budapestre, jön a nagybátyám, mondja, hogy ne menjetek vissza, mert az oroszok megtámadták a Budapestet. És én később nagyon sokat jártam a Szovjetunióba, és ott beszéltünk arról, hogy ők valamilyen féltek attól, hogy Budapestre bemenjenek a harckocsikkal. Mert a harckocsikat a második világháborúban is, ugye a Fausttal, meg a, utána is ugye Molotov koktéllal igen egyszerűen el lehetett intézni. Ugye most, ugye, most maguknak lesz egy harckocsik gyárunk, az USA meg eladta az Ukrajnának azokat a fegyvereket, amikkel a harckocsikat le lehet súzvizni. És akkor egy idegen autó volt, egy ilyen beteg autó volt én nálam, mondtam én nekem, most mit csinálok itt, a fene se tudja, hogy mi lesz. És akkor bementem a kapuvári kórházba, jelentkeztem, szépen mondtam, hogy én betegeket hoztam, adtak egy szobát, és akkor onnét reggel fele gondoltam, most meg kéne próbálni eltűnni. És akkor maga mutatta ott a Oslin keresztül. Azt ugye jó bánszés diák becsöngettem a papnál, szépen Laudétul Jézus szemét kívültem, hogy tudja, hogy mi van a határnál, mondta, hogy nincs semmi. És akkor mentünk, és akkor ugráltunk fáról fára, és nem mind a Bakimajon, és ezt akkor átkerültünk, mi a csodába, Ausztráliába, és akkor megnéztem, hogy mi van nálam. És mindig mondom, hogy 20 D-mark forintban. És így kerültem, mi a csodában. De aztán a Wolofes Antont, én visszajöttem, már 81-ben dolgoztattam itten, mert az én véleményem az volt, hogy ezeknek nincsen kérdük. Ezek nem tudnak tovább létezni. És már 81-ben dolgoztattam itten, és amikor 89-ben lehetett saját céget alapítani, akkor csináltunk egy részvénytársaságot, amelyiknek most körülbelül a 800 embere van, és a legmodernabb technológia, amit el lehet képzelni, és most sikerült nekünk egy olyan galvanik üzemet csinálni, ami műanyagot galvanizál, krómhat nélkül, az egy mérgező valami, azt mondják, hogy mi vagyok az előbb, mondtam a negyediket, és a szívesen el is hiszik. És ez tovább fejleszünk, én 89 vagyok, de hogyha az ember egy német nővel van házasságban, akkor dolgozni kell. Ha ő házat épít, akkor nem a PC-vel kezdi, hanem a férjének a munkahelyét. És én mindig... Látja, hogy ugye? Ez volt az, és ugye a végén is az összeg megfelel az igazságnak, hogy 56-ban nem annyira a forradalmárok. Nem azok mentek. Én láttam ezt a bandát. Hanem azok mentek ki, akiknek meg volt a hitük abban, hogy ők a versenyképességet föl tudják venni. Tehát az egy értelmes 200 ezer ember volt, akkor kiment. Tehát a mai migrációval nem lehet összehasonlítani. Akkor, amikor 56-ban az egész gazdaság Németországban, meg az összes nyugati területeken kellett élelünk, akkor arra szükség volt. És most a szükség van a magyarok. Köszönöm.
most akartam elmondani, hogy az év nagyobb részét Németországban, Pforzheimben töltik, és csak néhány hónapot vannak Magyarországon. Isten, 50%-a gratulálok. A mai napon a meghívásomra jött el ide Győrbe, és köszönöm, hogy kiegészítette a mondani valómat. Kedves vendégek, megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét. Bocsánat, hogy nem szólítottam meg mindenkit név szerint, de igen örülök, hogy elfogadták a meghívásomat. És most az utolsó részben, hogyha elindul itt a videó, akkor pedig a Honvágy dalt szeretném lejátszani. Segítene, egy videó van ezután. Biztos nagyon sokan ismerik, hisz 1956 ősze után hosszú-hosszú évekig a Szabad Európa Rádió szinte minden nap, vagy naponta többször is lehetett hallani. 59-es ott van. Meg ha hangot adna rá, vagy oda vigyem a mikrofont. Emberezrek élnek a nagyvilágon szerte, kik örök lázadással jobb sorsot keresően sodródtak el hazájuktól messze. Az egyik gazdag lett, a másik szegény maradt. Van, aki palotában lakik, van, aki a csapalat. De még a szebbet is, jobbat is nyújt nekik az új, idegen, ismeretlen ország, mégis mindig hazavágynak. Haza hív a Honvágy. A hazai szó, hív, emlék, szemükbe könnyeket csal, s szívük mélyén fájó, vágyó himnusz lett ez a dal. Thank you.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmüket, és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Köszönöm.